Figyeld már, ott vagyunk a tévében. Azaz. Szevasztok! Hello! Ismételten innen a Hell Performance garázsból jelentkezünk. Mellettem Farkas Máté szokás szerint. És Börez Gyula. Mit mutatunk ma? Egy. Fütyiszt a világnak. Bogarat. Tessék! Specializálottunk a születésnapi meglepetések befejezéséhez. Akkor a rövid történetét egy pár szóban foglaljuk is össze ennek a sztorinak, illetve foglald össze, légy szíves. Több mint 6 éve kezdték el ezt a munkálatot. Itt tart most, mindjárt megnézzük, hogy hol tart most. Van még vele mit csinálni, hogy ez működőképes legyen és szép. Vannak bajok. Mutatjuk képekben. Ja, esett az eső, meg az összes csúva, ami... Állítólag fedél alatt állt a hóvéga. Hát úgy néz ki. Vagy órozsdás fedél lehetett. Vadonatúj alváz van az autó alatt. A tulajdonos megvett hozzá ablaktekerő kartól elkezdve, kormány, váltó, gomb, kilincsek, nyitók, vízbaszok, kis gombok, start, mindenféléből megvett az újat hozzá. Az úgy indult ez a projekt, hogy megkapta a születésnapjára, ez egy rozsdabogja volt. Megvette hozzá az összes cuccot, amit elképzelt, és restaurátort keresett. És egy ismerőse vagy barátja, azt majd eldöntik. Felajánlotta, hogy ők ezt meg tudják csinálni, küldik a trélert, el is kezdődtek a munkálatok, és megrekedt. Megrekedt a dolog. Le lett fényezve, lett lakatolgatva, össze lett valamennyire rakva, és én ezt 3 hónapja láttam ezt az autót, akkor kezdtünk el beszélgetni róla, hogy akkor jön, megcsináljuk, befejezzük, és a 3 hónap alatt talán 2 csavar került bele pluszba. Pedig a megállapodás az az volt, hogy lesz benne kormány, lesz benne működő fék, féktartály az nincs benne, úgyhogy jelen pillanatban légfékes. A történet, az, hogy a kábelezés az maradéktalan, az kiderül, jön majd a villanyszerelő, de ő úgy tudom, hogy egy jó fej, srác és nagyon alapos, úgyhogy abban bízok, hogyha mondjuk belekerül a padlószőnyeg, akkor már nem kell visszaszedni és nem kell újra kábelt belerakni. A Kárpitos dolgozik, ma is volt, színpróbált. Egy piros-fehér kombó lesz a bordó-fehér kombó lesz a belseje is, ahol látványos lesz, mutatós lesz, golfülésekkel, hogy kényelmesebb legyen. De sok minden van vele. Ajtókat be kell állítani. Azt megmutatom, az jó. Igen. A megfejtés az ajtó csavarok, amik tartják a zsanért. Nézd meg, Gyula, mi jut eszedbe róla. Ott bent. Az, hogy egy nincs meg, az oké. Okay. Igen. Bútorcsavar! Jézus úristen! Komoly! Henköltek akkor rendesen. Van hozzáfűzni valód? Ehhez nincs. Nekem se sok. A másik oldalt majdnem ugyanilyen, ott bútorcsavar nincsen ugyan, de fölül 2 rozsdás van. Ne haragudjon a jóisten, de ezek pont olyan csavarok, amiket kb. 28 forintért bármelyik csavarból megkapsz. A felsőt és az alsót azt hasonlítsuk össze. Mi a különbség? Az alsóhoz pont nem tudom belátni. Úgy igen. Aha.
Mit szólsz, Gyula? Jelen állapotban azt, hogy szerencse, hogy nem az enyém az autó. Igen. Motorjáról mit lehet tudni? Mert azt ugye mondtad, hogy épített. Hú. Nincs róla különösebb info? Egy erősebb motor talán. Uh-huh. Arra még azt mondom, hogy aki a motorját csinált, ő valószínűleg képben van a dolgokkal. Na csak jó lett volna befejezni. És én tök örültem volna, hogy el lehet indítani. Nem kézzel. Be lehet állni, lehet kormányozni. Ez valószínűleg egy 6 éves projektbe talán beleférhetett volna. Én úgy gondolom, mert én nem fogom 6 évig kerülgetni, azt most megmondom. Ezt én nagyon szeretném, hogyha a legkésőbb tavasszal a saját hadilábán távozna. Remélhetőleg akkor már egy kicsit mosolygósabb lesz a tulajdonos is. Talán már most mosolygósabb egyébként. Ez mindenképpen pozitív. Hát több minden történt az elmúlt 4 napban, mint az elmúlt másfél évben. Na, mi van itt a hátad mögött? Ezt a kadettot ezt már egyébként egy pár adással ezelőtt szerintem látták a nézők. Kadett az majdnem kész van. Ilyen apró fényezésjavítások vannak rajta, ami egy kicsit megcsúsztunk, de télen úgyse használják, úgyhogy ezen az oldalon küszöb lett fújva a tükörnél, ott még elől kell egy picit javítgatni. Reméljük jövő héten polírozhatjuk. Jó, itt van a javítás még, aha. Uh-huh. És akkor ide csak annyi, hogy színazoros festékkel belefújtok és összepolírozzátok? Össze lesz ködölve, aha. Aha. De ő egyébként teljesen menetkész. Aha, uh-huh. Jön, megy, működik. Hát akkor rajta abszolút csak esztétika. Nagyon aranyos. Én bírom. Amúgy ez egy nagyon jó pofa kis autó. Uh-huh. Puszi tímes, kareszé, nagyon szereti. Van is neki egy pár darab, lehet, hogy beszélek vele egy találkozót, hogy egy párat megnézhessünk a Motorfék csatornán együtt. Szerintem simán benne van mindenki. Meg van nekik egy-két Opeljük, ami úgy megér egy misét. Tartója. Ez már kész van, le van fóliázó. Ő eddig az egyetlen kész termék, ami 100%-ig a kesztyűtartónak a borítója. Ő, az ő az autó. Ilyen akciófigurákat árusít. Majd hoznak nekünk is Iron Maiden Eddit műhelybe. És le van fóliázó. Ő már bemehet. Ő alapján tudunk színt kevertetni. Jó lesz. A motorháztető belseje. Szerbes. Story. Star Wars. Megtalálható lesz az autó több részén. Ja, pont az akciófigurát miatt gondolom. Aha. Tank is készül. És akkor itt pont eltakarja a Golfnak a kész dolgait. Jó, ez ma hivatalosan nem egy golfos epizód, de egy kicsit belecsaljuk. Bele.
Itt már van rengeteg gumikéder, műanyag alkatrész, eltisztítva, leápolva, más a színük. Mondjuk, hogy a fekete feketén. Igen. Ők már itt várakozó állásponton vannak. Az is, amiatt lent van, ugye? Az is. Aha. A biztonsági jövő nem, de a többi igen. Igen, azt még mondtuk, hogy ezt még kell sumickolni. Uh-huh. Ugye a dísztárcsák azok itt vannak, amiket láttatok a múlt, vagy az előző Wolfos epizódban, javítás pontosabban uh-huh. felújítás alatt. Azok a háromszög üvegek, azok föl vannak polírozva. Igen, azok már szem akkor készen voltak. Tényleg lehet. És talán egy mindenképpen. A padlókárpittal lett változás. A kárpitos azt mondta, hogy nagyon jó állapotú. Hát akkor úgyhogy tisztítani fogjuk csak. Ezeket szegni fogja, de se a taposó gyakorlatilag nincsen. Nincsen kikopva, ahol szokott saroknál. Szegélyek is aránylag rendben vannak rajta. Szerintem ez holnap kap egy alapos tisztítást az első hátsó padlószőnyeg. Bogárnak a 6 évvel ezelőtt vadonatújon vásárolt ablaktörlőkarjai. Kibontjuk. Ez elvileg ebben volt végig. Rozsdás. Hát akárhogy is nézem. És ez a kályha, ez is... Ez nekem nem mondja meg senki, hogy ez jól néz ki, meg igényes. Föl van hólyagosodva konkrétan. Jól aládolgoztam. Ez olyan, majdnem úgy néz ki, mint hogyha nyers homokszórt felülre tenne. Uh-huh, és aztán utána gyakorlatilag pucolás után lefújták a fenébe. Uh-huh, tiszta kráter az egész. De ez dobozba volt, ez valahogy új. Valahonnan jött így. Nyers kulcs. Volkswagen-es. Van itt. Retro rádió. 6 éve vadonatúján vásárolt, ez fehér volt. Mondjuk akkor azt, hogy megsárgult, az talán nem akkora tragédia. Egyébként ez majdnem minden újra hasznosított műanyagra igaz, hogy egy idő után már kezd megsárgulni. Egyébként. De nem volt kint. Az volt egy dobozba. Ott is megsárgul. És ez egyébként egy Bluetooth-os megoldás? Azt hiszem, igen. Aha. Tehát a kinézete alapvetően retro, igen. De maga a belseje. Aztán, hogy ez lesz beleépítve, vagy nem ez lesz beleépítve. Ahogy ez fontos, az jól néz ki. Mi az, ami ott mellette van? Ez? Ne, az. Aha. Ez a B. Ja, azt meg gondolom a hangtartónak. Nem, ez a... Rádiókeret? Rádiói. Jó lesz ez. Be kell faragni. Ez is csúcs minőségű. Ez a lökhárítónak a fém részének a... Mint a konzolnak a szigetelő? A takarógumija. De ez is inkább műanyag, mint gumi. Meg tudjuk nézni ott, sikeresen eláll. Csúnya, leverték a festéket. Aha. Ez egyáltalán méret stimmel. Hát... Mondjuk kéne neki a másik oldalon, de hát figyelj... Másik oldalon meg alul. Az alul. Vagy valamit csináltatunk oda, valami rendes gumiból. Rezgést is csillapít. Nem. Ez szerintem se rezgést, se semmit nem csillapít. Nem vagyok kibékülve ezekkel a dolgokkal. Van egy antennánk, ami nem tudom, hogy hol lesz. Ja, ott a helye az antennának. Uh-huh. Az nem kívülről takar rá, nem? De úgy tudom, hogy az kívülről takar rá, igen. És akkor gyakorlatilag nem, az egész szára... Ez elfordított meg... benne, úgy befér fölülről. Lehet, meg kell nézni. És akkor az egész ez bent van a karosszérián belül. Na, próba cseresznye, majd megnézzük. Szóval, egyelőre már ennyi. Én holnap még visszajövök a kárpit tisztítás miatt, ami hát nekem egy fél nap, nektek pedig egy vágás, úgyhogy mindjárt folytatjuk a videót.
Szóval akkor megtörtént a vágás, tegnap óta egy kicsit változott a műhely, úgyhogy ezt mindjárt is látni fogjátok. És akkor nagyjából mondjuk el azt, hogy mi történik most. Dávid kollega bemutatja a kárpítisztítást a padlószőnyegen. Dávid kolléga! Sziasztok! Akkor mutasd be kérlek, mire jutott tegnap óta a kárpit? Hát igazából nagy nyomással előtisztítottuk az egészet, és most fogjuk tornádor, illetve vegyszerek segítségével kitisztítani. Ez gyakorlatilag egy ilyen mély tisztításnak felel meg? Igen. Ugye azt néztük, hogy tegnap ahhoz képest, ami erre számítottunk, egész normális minőségű volt a kárpit, ami kijött. Úgyhogy meglátjuk mindjárt, hogy mennyi csúva jön még ki a Feri mosmosás után. Kicsit áttornádorozzuk. Akkor most fogjuk bevegyszerezni. Gyors fejcsere. Ja, akkor ezzel dolgozott be a szövetek. Beledolgozom így van a vegyszert. Átjövök a másik oldalra, és akkor onnan jobban fog látszódni, hogy milyen dzsuba jön ki belőle. Itt fog hogy is látszódni. Uh-huh. És igazából ennyi is volna. Még max, ez a ha, rész? Ez a rész, igen. Max még majd, ha megszáradt a kárpit rész, akkor egy porciózás még. Uh-huh. De a nagy nyomású már elég sok koszt kiszedett belőle. Ez a maradék, ez még miből? Ez gyakorlatilag ilyen... Hát itt a szőnyeg van megkopva, meg ugye uh-huh. cigi. Igen. Cigivel kiégették, ez majd gondolom pótolva lesz. Hát erre van elméleti lecspeckó, van, igen. Lehet ezeket a... Itt, amit itt, ugye itt láttok igen. meg ezen a részen. Ez gyakorlatilag ugyanígy fog kinézni, mint ez a szövet. Igen. Csak az a lényeg, hogy ilyen bolyhos része ki lesz pótolva, itt kap ragasztót. Így van. És aztán utána szöveg. Szövetet. Köszönöm szépen. Nincs mit. Sziasztok. Ez a felület ki lett kárpitozva, és ez még nem. De különbség ugye csak a nagy nyomásokban. Így van. Vagy jó estét. Jó estét kívánok. Jó szurkolást. Tényleg aktuális. Apropó tényleg, ha már futball VB van. Igen, szóval köszönjük szépen a figyelmet. Köszönöm szépen Máténak a kis bemutatót, illetve Dávidnak a kis bemutatót a kárpittisztításról. Ez volt már a motorfék a High Performance garázsból.
ne felejtsetek el feliratkozni, lájkoljátok a videót, ha tetszett, szokásos blablabla és egyéb ökörségek. Kis csengő, nagy harang. Így van, ásó kapa. Köszönjük. Viszont hallásra. Szevasztok. Sziasztok. Bla 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 bla. Jó estét kívánunk. Viszontlátásra. Köszönjük szépen a figyelmet. Ne felejtsetek el feliratkozni, lájkolni a videót, ha tetszett. Akkor ezt most még egyszer, oké? Okay. Szóval akkor ez a mai epizód így ennyi volt. Köszönjük szépen Gyulának és a motorféknek, hogy eljött ismét. Én megköszönöm szépen Máténak és ennek a fejelperport, bazd meg nem tudom kimondani. Dávidnak. Dávidnak egyébként igen, jó. Meg be is csuklott a hangom, akkor még egyszer. Nem, egyébként ez a jó reggelt, az jó volt így. Az úgy kiadta. Oké. Okay. Nem, jó estét volt. Vagy jó estét.